Ünnepélyes keretek között adták át a Kisboldogasszony római katolikus templom tornyában végső helyre találó órát december 8-án. A szentmise közös gyónással kezdődött, majd Kocsis Sándor plébános szólt a jelenlévőkhöz, aki köszönetet mondott a város vezetőségének az anyagi támogatásért. Az atya az idő fontosságára hívta fel a hívők figyelmét, amelyet minden embernek saját belátása szerint kell beosztania. Ezután zsoltárolvasás következett, amelyet a patokban helyet foglaló gimnazisták osztottak meg a hívőkkel. A szentmise végén a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort szavalatokkal és gitárjátékkal a templomban a megjelenteknek. Az ünnepi szentmise után Kocsis Sándor megáldotta az új órát, amely végső helyre lelt a templom tornyában.